az Abu Dhabi szezon záró, 50% utolsó helyről vágunk neki ennek a csodálatos, szerintem félig meddig unalomba torkoló versenynek, de hát most na, ilyenek is kellenek. Hoppa, Giovinazzi! Nem tudom, ki volt mögöttem, de sorry. Aha, Magnussennel volt. A kis Russell gyerek. Na legyen már valami baszod, mert mennék. Dupla. Jó, felesleges, nem, már nem kapcsolom vissza. Majd csak ráfesítek itt az izére, a streamer gépre, már aztán gondok lesznek. Az igen. Nem baj, elkezdjük szivatni Raikkonent, bocsi, bocsi Kimi, de most menjünk pozícióra. Szegényt kigyorsításon megesszük. Megy a gép, megy a gép. És megint eltalálom a gond, baszott, vágod? Vágod ezt a szituációt? Közelebb tudtam magamat egerészni, teljesen közel nem tudtam hozzá kerülni. Nem, majd abban majd hagyom, hogy ott neked itt vagyom az évet, hogy ne? Nem működik a DRS! Offline. The
rear wing is down, so you can stay out while we work on a fix. Pont amikor legjobban kéne a DRS, pont akkor nincs. Baszki. Szegény Gasly nagyon elhitte, de hát most na. Ezekben mindig vannak csodák. De egyszer jön a Ferrari motor, akkor jön a Ferrari motor. Stroll gyerek, nagyon nyomja. Perez. Nagyon jól elkezdtek működni most a gumik kivételesen. Úgyhogy nincs DRS-em. Kigyorsításon megeszik őket. Na csá, Mizu! Szezon záró, saját csapat utolsó futam. A következő játékmódokban majd, amikor majd a karriert kezdem, akkor abba a piros verdába fogok ülni. Ami mondjuk nehézségek lesznek, only belső nézet, nehezebb baji, kisebb segítség. Kurva jó volt. Még többet, még több olyan témát szeretnék. Akkor megkeresem kilépés gombot. Ah, biztos, hogy ne. Az jó. Persze, hogy könnyű, hogy van DRS, de nekem nincsen, nem működik.
Baszki, pedig tök jó volt a kigyorsítás. Hiába tolom, nem tudom mit megelőzni, nem tudok itt mellébe bújni. Nem fogom elő tudni betenni a verdet. Na itt. Ó, picit begörcsölt a kezem, na mindegy. Mi van, Norris, nem megy a szekér? Megesik. Hogy van? Taktika? 8-12. Kör. Gumik egész jó. Pácska. Picit nagyon rámettünk rázóra, megcsúszott. Minek? Minek menek bosszba? Hát még tök jó vannak a gumik. Megoldod az éres problémát. Szevasz! Csácsá, Mizu! Van DRS-em. Na, majd a második zónában szerintem Bottaszt megküldjük. Innen ráküldtünk a Verdára. Persze, hogy a belső védet ívet véded. Én is azt tennem. Csak az hülyék mennek be a külső évre előzni. Aztán meg a hülye megcsúszson itt. Jó van. Kellett 7 körbe, hogy legyen DRS, semmire megjavították a hátsó szárnyamat a boxból. Szevasz, na Mizu! Elkezdtük a versenyt. Izgalmak nem történtek, 8 kör alatt, 9 kör alatt feljöttem az utcsó helyről az elsőre. Voltak nagyon parádés előzések. No para, no para, tanuljál, tanuljál. No para. Majd klippeket szerintem ma csinálok. Majd TikTokon is megosztok szerintem 1-2-t. Istenre toltam már fel a setupról egy új képet, amikor csak a kormány van fent az asztalon. Tök jók a gumik. Van kemény, van hard is.
Szerintem egy kiállásra végigmegyek egy lágyon, mert... tök jók a gumik. Érzem, hogy van bennük még tartalék. Azt hiszem, egy kicsit túlerőltetem, az ilyen járulékos veszteség. Nagyjából az új szabályokat megfogalmaztam magam, hogy jövő héten, amikor elkezdem a Ferrari karriert. Csak belső nézet, nehezebb, jóval nehezebb bai. Segítségeken egy-kettőn változtatok. Úgyhogy izgalmas szezon, azt szerintem fogok küzdeni bőven a dobogós helyezésekért. Egy másodperccel vagyok rosszabb a legjobb időmnél, úgyhogy mondom, van még ebbe a gumiba bőven, nem kell még ezt temetni. Tü-tü-tü, gumikopás... 44, 41... nagyon egyenletesen kopik a gumik. Az a baj, ez a pálya, ez ilyen kicsit jellegtelen. Nem, azért 110-es, azért basszuk fel, azért legyen valami kihívás. A manuális váltás szerintem az be lesz kapcsolat. Traction control, nem, azt nem hiszem. Az lehet, hogy az bekapcsolva marad. De a kéziváltó az lesz. És belső nézet. Az a Ferrari kamion, ez nagyon tetszik. Krisi talán most olyan brazil verseny, kíváncsi leszek az eredményre. Mondtam neki, hogy amint van eredmény, érje meg. Nem. Nem, azt direkt tudjuk, ami külön streambe elkezdeni, és akkor már egyből a streamnek az lenne a felvezetése. Új szezon a Ferrari-val. Egy kiállást akarok csak csinálni. Nem tudom, mit tegyek fel, lágyat vagy keményet? Közepest, hogy mi a tökömet. Fehéret vagy sárgát tegyek. No, para, majd letoljuk. Ki fogja bírni ezt a 17 kört? Jó, megbeszéltük. Azt gondolom, hogy Verstappen elég jó helyen volt, most megint eltűnt. Csak mondjuk a boxbehajtást gyűlölöm. Meglátjuk. De ez a kihajtás egyébként, ezt nem értem, miért így csinálták meg, hogy itt alul mennek át. Simán be lehetne menni mellette. A hideg gumival. Köszönöm.
végre meg esetleg felpattintani szuperlágyos szettet. Nem lenne rossz. Ők nagyon nagy kiállásra játszanak. Ma megnézzünk egy jó kis futamot 110-es ajóval. Meg kéziváltóval. Persze, Bott, azt nyomjad neki, nyomjad neki! Azaz, könnyű volt, úgyhogy mindent rápatintottam a Verdára. Hoppá, Krisi Form egyezik. Nópara, nópara, menjen nyugodtan, menjen nyugodtan. Majd beszélünk. Akkor tanuljál, majd beszélünk. Csak ügyesen, holnapra sok sikert majd a dogához. Okok. A szektor már nem lett lila. Hello, hello. Tü-tü-tü. Abban a nagykiállásra játszanak, tuti. Piszak lassú így 14 kör után neki ez a gumi. Kimentem 12. boss 26. Nem megyünk ki gumit cserélni még, az is nagyon-nagyon-nagyon necces. Aja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 j
Nem fogja kibírni a gubi, hanem meg kibírja élettartamban, rohadék lassúak leszünk. Na, ez így jó lesz így a végére. Érdekes lesz itt a szituáció. Gumi már kezd kicsit meghalni, már nem olyan gyors, mint az elején. 12%. Ezt a kanyag ma még nem fékeztem el, és még büszke voltam magamra, most már nem. Négy tized. Úgyhogy mondjuk a 20. körbe kimegyünk egy szuperlágyas etapra, akkor még nagyon jó esélyeink vannak. De ez így. Hmm. 18-25. Pedig nem pacek, nem pacekak az adatok, de hát... Kapom szemvedőre 16 köre. Kiróta. Nem elég gyors. Majd valamit összehozunk. És azt mondom, hogy tegyük fel a keményet, és akkor megspóroltunk volna egy kiállást. És akkor bőven-bőven biztos a győzelem, de hát így nem. És a Bottas, Du, Hamilton, Sainz, meg most vagyok, hogy felrakni ezt a lágyat. Meg felrakom a szuperlágyat, akkor sokkal-sokkal több esélyem lesz hozzá, vagy visszahozzuk majd a hátrányt. És ugye ők mennek a pitbe, cserélnek. Mindenki lágy. A bot azt nem fog tudni kimenni a boxba, hogy Jokler elé érkezzen, úgyhogy bot azt ez megcumikázta. Verstappen nagyon jól helyezkedett. No. Meg kell, mögé fog érkezni Bottas. Verstappen most megy be a boxba.
Gastly. Ott van Stroll. Hoppáre, hoppáre, micsoda izé taktikszat húztak elő. Gyorsan vagyok Leclercnél, úgyhogy ez no para. Jó időben vagyunk. Letálltunk kicsit izérbe. Belső nézet. Ugye majd a Ferrari-s karrierbe így fogok vezetni, olni belső nézetbe. Meg kell majd szökni a látási körülményeket, de szerintem no para. 12-ben nagyon szeretem a Ferrari-ba a kokpitből vezetni. Igen, a pályára izélyt teszem be, hogy 2012-ben a Young Driver-t ezt. Azt kurvára eltálltak. Mindig volt valami színesség, valami ötletesség egyébként. Azért inkább a My Team az, ami... tök jóra sikerült. Hét tized, de melyek rosszabb idő, mint a legjobb idő. Hogy állunk adatokkal? Nem csak ugye Bottas megeszi Gastlyt. Emiatt utól fogja élni Strollt. Jó lesz még itt matakozni. Bottashoz képest nézzük most már az időt. Ne. Legyen megtanulva majd utána. Streamet videót bármikor lehet nézni, tanulni nem lehet. Még egyszer. Az lesz.
Gasly is a boxba. Ajjaj. Azért tanuljál, ne ilyen Isten izé segítséget kérjem, majd holnap dolgozom, a tanuljál rá. Albon kiesett, mondjuk eddig sok vizet zavart. A 30%-os gomb, és így megcsúsztam. Ajaj. És kitettem, hogy majd 50%-os gomb, mikor fogok körözgetni. Azt cumi. Complete, go now. Pit strategy complete. See these tires through to the end now. Kéne menni el 1.39-nél jobb időt. Azt akarom ilyen furcsa tapadással vezetni. Kesporolunk egy kicsit az izével, az energiával. Legyen energia. Nópora, nópora, össze kell hozni egy gyors kört. F2. Ja, persze. Hát kíváncsi leszek rá. Biztos ügyes lesz a fiú. Ucsó, a leggyorsabb szektor. Tényleg a karrierbe csak a sisakomat tudom változtatni. Itt az 20-ba. Tudtom már. Szerintem az overallt azt nem lehet, mondjuk elég hülyén néznek egy Ferrari-be sajátos örelés overallba. És már tudja, hogy ezért fog menni a házhoz. Te a Schwarzman lesz inkább a befutó, de aztán majd kiderül. A Sumi helye az biztos. Ha még jobban megnyeri majd az F2-es bajnokságot, akkor biztos, hogy jövő lesz az ízé az ülés. Egy 38-2.
Még botaszok is akadnak rá. Talán a Premánál tudtom majd, de nem vagyok benne biztos. Még talán ő is Ferrari ifjont, a francia tudja már ezeket követni. Schumachert vágom a legjobban, ez mondjuk érthető. Talán nem, nem vagyok benne biztos, nem nagyon követem az F2-t. Egy másodperc kezdnek, fogunk meghalni. Hány százaléka van? 13. Na hát, ha magára találtam el. Gyerünk Verdecskem, gyerünk, képes vagy rá! Ez is a szektorban 3/10, de ezt hol szedtem össze? 3/10 az nagyon sok. Ó, baszki! Ja, rámegyek ilyenkor a rázőrre. Mutatom volna még egyszer a mozdulatot. Hát az utcsó izé szektorban ment el nagyon. Bottasnak problémái vannak. Mondjuk jó lesz, hogy kiesne, akkor jönne Stroll a dobogóra. Bár lehet, hogy Stroll meg tudná, ez nem jött, csak több mint egy másodpercre van. Mindjárt megnézem, testvérem, köszönöm szépen, Leclerc nagyon örül. Leclerc örül, köszönöm szépen, hogy feliratkoztál, vagy bekövettél valamik a kettő közül. Na, akkor menj el tanulni. Kusz, Markus. Köszi ki a hostot. Persze, mert Leclerc kell nézni, mindig Leclerc kell nézni, nézd meg. Még nem bírok koncentrálni rendesen a vezetésre. Azért majd benézek egy multiplayer lobbyba is. Régi szép idők, nem várok tőle túl sok mindent.
Hát gyorskör itt már nem lesz. Azokat sem tudom rendesen visszatölteni. Hoppáré. És kezdtem csúszkálni. De nem értem, 25%-os izé, ennyire elkezdett lehűlni. Azt ennyire meghal, ilyenkor. Számomra megrepő. Úgy csókja. Szerintem megurulunk a boxba. Úgy a furcsa innen fentről. Hoppá, elcsesztem. Box utcába. Na, felsenyszője. Ennyi. Basszus. Azt tudom mondani. Hogy tolni kell, hogy meglegyen az 13-as szint, így röviden tömören. Anthony, who would you pick as your driver of the day? 143 pont.
Mik nem tudott pontot szerezni. Na, a Ferrari megelőzte a strong weekend from them as they fight their way towards Raikkonen szerzett egy pontot. Weekend of racing. Thanks to everyone who joined us and we'll see you for the next one. Azt tudom mondani, nagyon jó szezonunk volt. Nagyon jó volt ez a My Team, nagyon ügyesen ez ki lett találva, nagyon tetszett. Tudnék rajta mind változtatni, de így az F1 2020 My Team karrierünk véget ért. Új szezon a Ferrarival, a karrierbe, nem My Team, a Ferrarihoz fogunk menni, nehezebb beállításokkal fogunk versenyezni, belső kokpitből fogunk versenyezni, sok minden változni fog. Ez egy ilyen kisebb light szezon volt, azért ott meg kőkemény csaták lesznek, úgyhogy ott fogjuk folytatni legközelebb. Hát igen, csapatot megdicsék. Oké. Oké. Hát nem sikerült a kvalifikáció. Úristen, most nem fogunk belehalni szerintem. És ugye most hozná a season 2. This week's income from the sponsors is cleared and we're making good profit against our running costs. Go to driver market. Na. Bajnok a címek 1. 5 pole. A poleba azért nem voltunk a legjobbak. 524 pont. 18 győzelem, 21 pódium, amiből egyszer voltunk 25. helyen, átlagosan az első helyen végeztem, 7. rajpozíció volt, 4147 km, 16 leggyorsabb kör, és 776 vezetett kör, és ez mind 50%-os versenytávon. Itt vannak a cuccok. Igen, Monakóban volt egy 5. hely. Vietnámban egy 3. hely. Driver Market. Az a baj, hogy Sumi helyére más nem tudok leigazolni. Ti Latifit nem fog leigazolni annyi pénzre, hát azt hagyjuk már. Raikkonen mennyi lenne? Mazepin. Korea, Alézi. Giotto, Einot, King, Hubert, Bacalacci, és neki meg íze ruhája a Schumacheres. John Lesens, George Lesser, Kevin Magnussen. Nem értem, és hol van izé? Raikkonen. Ez nem is rossz sisak. Nem is rossz sisak, csak nem tudok benne semmit se kezdeni. Oké. Okay.
Igen. Jaj, hogy izé, hogy mennyi fizetést adunk neki. És akkor kis kockázat. Elküldtük az ajánlatot. Na. Schumacher ugyanúgy a csapatnál versenyez. Sponzor. Sponzor. Fejlesztő. Na, interjút adunk. Megvédjük a kis sumit. Tü-tü-tü. Hát az eurót kellett volna dicsőni. Igen, hát a Power Unit egyébként a Ferrari motor. Nincs olyan csapat utasítás. Nem tudom, több kérdést vártam itt szezon végén. Akkor ezért nem lehetett Räikkönent leigazolni, pedig hivatalosan jövőre van szerződése. Kiminek, hogy 21-ben is marad a Forma 1-be, ezt képest a játék meg már elküldi Räikkönent. Érdekes. Fitness center, vágod? Ez minden pénzt nem akarok elkölteni. Finish season. $12,240 million anyád? Drivers Champion. Ennyi lóvét kaptunk. Hoppáré, kezit csókolom. Hát azért itt van most ló. Karakter team. Igen. És akkor ki is lehet választani, hogy csak 10 izé legyen, 10 verseny, 16 vagy 22 verseny. Sponzor. Ferrari, Mercedes. Honda, Renault. Ez komoly, hogy a Ferrari jó drága. Mondjuk tudom, hogy amikor a legelején lehetett választani, nem volt ilyen drága. A Ferrari motor volt a legdrágább, utána meg nem. Honda, Renault, Mercedes.
Az érdekes, hogy a Renault maga Honda egy izén nem említik, szerintem a Renault sok, a Honda motor sokkal erősebb, mint a Renault, na mindegy. Mercedes. Ezt van. 300 konstruktőri pont. 100 az még jobban hiszek. Team Badge, Team Color, Advance. Na jó, szerintem ezt a szünet után szerintem ezt megvitatjuk így röviden többen, hogyha netán tenyszer folytatjuk a Season 2-t, akkor azt hogyan tovább?
komoly döntéseket kell meghozni azon a téren. Száz ötven, 682. Ferrari. Hogy milyen motorral fogjuk folytatni a jövőben. Legyen Ferrari, legyen Ferrari. A motorhoz nem nyúlunk. Schumacher marad. A Verda változik. Igen, és itt nem lehet izét változtatni, festést. Legyen Schumacheres. MSC GP. Baszod, ez megvan. Ne szívass már. Hal még... De ezt nem értem, akkor ezt kihozták úgy, hogy én megvettem ezért direkt a Schumacheres Edition-t. Hát kösz. Ezt töröljük. Kicsit szerkesztjük. Full practice? No. Formation up, okay. Százas. Full safety car on. Lifted manual. Oké. Assist, amik itt vannak, azok maradhatnak. Confirm changes. Igen, a Verdát le kéne izélni. Be kéne mutatni. Az MSC GP, az most... a Ferrari hogy visszaesett? Azt a kurva.
Az komoly. Igen, hát ott elsők lettünk, trófák. Riválisok. Igen, ez csak a 20-as szinttől adja oda. Kettes. 21 millióra ment fel Hamilton. Customization. Motor. Performance. Az nagyon szépen azért ott mindenki elindult felfele. Tizenöt millió? 6 millió, 4 millió? Menj már! 5 millió, 5 millió, 5 millió. Nagyon sokba kerül most már minden. Ott van season 2. Három pólt kell szerezni. Részlet Szingapúr. Hoppá! Podium Pass. Az a szerezni 3500-at, és akkor mondjuk meg lenne. Jó, 13-as szint. És a 21-es szint, az nagyon sok. Az nagyon sok. Sok. Multiplayer. Ranked. Kíváncsi vagyok, hogy be tudod dobni valahova. Mondjuk kurva régen multisztam, fogalmam sincsen, hogy mi változott, mi nem olyan. Megnézzük, megnézzük. Meg azért 13-as szintet össze kéne valahogy hozni. Csatlakozzál valahova? Medium. Bakrány. Bakrány, ez egy kurva pálya, csak ne Abu-Dhabi passzod, mert az unalmas. A francia indi is eléggé unalmas. Mexikóra azt mondom, hogy az még okés. Jó, nekem is változtatni kéne úgy a badge-en. Ez az átlagos legyen. Várja, közben ezeket kipaszogatjuk. Na, de akkor ez itt tök jó, hogy akkor ennyi lóvé van, és így lehet akkor fejleszteni. Ready? Super licensz. Egykörös kvalifikáció van. És
csapatot nem választhatok, vagy mi van? Mondjuk Krisivel fogunk a hétvégén F1-ezni. Akkor is mondjuk a pódium percbe azért sokat be fogunk tudni tenni. De nem értem, megengedett egy csapatot választani. Majd kiderül. Aztán meg lehet elnézni kizébe. Sima multiba. Mondom, nagyon-nagyon-nagyon rég nem multiztam. De mondjuk meglepett ez a Season 2-es izé, ennyi lóvét ad. Hát a Season 3-4-re izé teljesen kimaxolod magad, legyőzöd a Mercedes-t mindenbe. Márha ő is betölteni itt a cuccokat, de az nem biztos. Igen, kézzel kell majd váltani. Mondjuk nekem van benne a gémbe 41 uram, Krisnek van valami 306, úgyhogy nem Honda motor? Egy mell is ki is lépett. Még próbálok egy tiszta kört menni. Egy 28-2. Nem tudom, mire lesz ez elég. Ne szívassál! Vagy lehet, hogy még a többieknek még most jönnek az ideje. Nulla 45. Azt a kurva! Kíváncsi leszek, milyen start lesz. Huszonöt százalék van, azt tudom, nem 5 kör, mert 5 kör az szinte semmi. De mondjuk ez rankedes, úgyhogy... Meglátjuk, mit tudunk ebből kihozni. Nagyon rég nem multiztam, második szezont elkezdtem, Ferrari, MSC GP, Michael Schumacher GP,
Ferrari motor. Ez nem a Honda motornak a hangja amúgy? Nekem nagyon Honda motornak tűnik. Ez be lehet valahogy állítani, hogy a Honda motort halljam? Vagy ez random? Nem tudom, Ferrari-nek jobban tetszik. Random? Ó, baszki. Azt nem tudtam. Mondjál meg ilyen okos dolgokat multiba. Csáva elkezdett jobban rám jönni. Nem merek ricsbe menni, mert félek, hogy elfogy az üzemanyag. Akkor megpróbálom beosztani. Kicsit jobban koncentrálok, mint egy sima versenyen. Szerintem a vége fele. Thank you.
Ja, jó. Rajta vagyok. Hetedik körbe menjek ki. Nagy elén vágjanak. Miért akkor hívanom a keményet feltetetni? Oké, vettem. Ú, baszki, felraktam Ridge-be véletlen. Hatodik vége? Oké. Sárgaba van állítva. Ezek gyeppelják egymást, kőkeménye. Az egyik gumijelenyben van egy kicsit. Jó, spórolom, spórolom, rajta vagyok. Most majd megyek be a boxba. A csávó keményre váltott. Okay, stay clear of the white line on the exit. We'll receive a penalty for dangerous driving if you cross over into the track. De miért váltott keményre? Én is erre gondoltam, de... Pedig talán az ő nememet látom, amit szészt.
Mikortól használtam majd az est? Bár mondjuk meg tudta előzni a másikat. Oké. Okay. Picit kigyorsítások, rágyújtjatok. Honnan tudod? Ja, mert te... Ja, honnan tudod? Nézed a... Ne, nem megyünk ott rá, mert keresztbe állok. Mikortól kezdjek majd vigyázni az üzemanyagra? Keverékre. Oké. We pretty much burned off our excess fuel. We'll be back on target soon. Don't wait too long to turn the engine down. Hogy nézem meg egy körül, mennyi fogyaszt? Jó, hogy kezdett csökkenni? Ja, vágom. Meglövöm ezt az egyenest. Ami gumielemben volt, most kihasználja a szuperlágyakat. Csáva, nagy utolérjen. Hogy tud ennyire gyorsan közeledni?
Az előbb nagyon gyorsan elkezdett közeledni. Mi az, ami másfél, annyit hozott rajtunk? Mert ezért van szuper legyen, hogy cseszné meg. Jó. Csak üzemanyagot fogom feltenni Ridge-be. Nem közeledik a fiú. Ha gondolom, rám jön az egyik a leggyorsabb körre. Hát ez nem volt nagy előzés. Hát de baszki, hát ezt nem hiszem el. Az gumielemből megcsinálja. Oké. Már kiszorultam egy másodpercen kívülre. Picit most csalódott vagyok.
Itt a vége. Bazd meg! El is baszom a végen. Á! Picsába! Na, ezért mondtam, hogy nem szabad oda rámenni, de azért nekem még rá kell menni az utolsó körbe. Jó, hogy van ennyi előnyöm. Hát ezt elbasztam, az utolsó kört nagyon. Megyek, megyek, megyek. Csak azt tartani kell egy rövid biószünetet is. Akkor úgy megyek fel. Á, baszki. Nem lett volna gumi, hogy szerintem nem ér utol. Második. Nem baj. Milyen ruhája van ennek, baszod? Itt hát felhatod csak. Elég kis gyengus. Egy 35. Egy másodpercet vett rám abba a körbe. Ez fájt. Hát jó, de itt felesleges volt védekeztem, mert körbe autózott ott, ahol voltam. És akkor gyorsabb volt, nem tudtam utána menni. Amikor rátoltam minden Richet, rátoltam az Earth, mindent rátoltam, akkor is elkezdett tízé távolodni egy tizeddel. Ez a gumielemiből behúzta a csávó. Csak én nem gondoltam volna az elején, hogy innen be tudja húzni, hát mondom, á, mondom, biztos nem húzza be, á. Csak nem olyan ügyes, de olyan ügyes, hogy be tudja húzni. Na, akkor egy rövid szünet.
Na, hello, hello. Ajaj, öt. Üszcsi, azt megnézzük. Úgy telt a napon. Fú, inkább ne rülszetezzük. Hétfő volt, nehéz volt. Nem jött össze semmi, amit elterveztem ma, úgyhogy inkább hanyagolnám ezt a napos kérdést. De amúgy te a hét minden napján dolgozol? Hát, hétfőtől péntekig mindig dolgozok. Mostanában sokat dolgoztam szombat-vasárnap is, most csak szombaton fogok megint dolgozni. Úgyhogy nem fogok unatkozni megint. Ha érdem. Hát akkor nem. Részét akarok vasárnap megcsinálni, az asztalmat akarom egy kicsit barkácsolni. Van az asztalon ez a magasítás, ami ül a két monitor, a switch, meg minden. És azt akarom egy picit megcsiszolgatni, meg kicsit átalakítgatni, csak sosincsen rá még időm. Jó, hát megnézem a képet, amit mondtál az izéről. Nézd meg Instán. Most feltettem egyet, hogy a kormányosat. Pont itt van. Ez úgy nagyon clean. Most kivételesen rend van pakolva. Néha rám jön, tényleg pacek rendet pakolok, néha meg van itt izé minden hegy. Keresek még egy ilyen jó kis bajnokságot. Ha nem gondoltam volna, hogy a csávonok bejön az izé. Ez a taktika. Ranked. Köszönöm szépen. Akkor még egy gyáng ránk tud. Használod a kormányt? Micsoda? De mi az kormány, vagy a váltót te használod a kézzel? Persze, ugyanúgy használom a kézzel. Tehát Eurotrackba szoktam használni, a Forza Motorsport 7-be szoktam használni, és a izébe szoktam használni, a Spintize meg a Mudrunnerbe. És nagyjából ennyi. Ja. Hát nekem a valóságban nem jön összeváltás. Hát érted, így mondom, megy. Majd megszokod az elején, amikor én is gyerek voltam, nekem is furcsa volt, hogy pittem egy kézzel váltod, meg ilyenek, de aztán meg amikor majd elkezdesz vezetni, járni, meg ilyenek, akkor meg tökre megszokod. Ez az lenne jobb, hogy apának van egy ilyen már viszonylag régebbi opája, ilyen 15-20 éves körülbelül, és nincs rá felírva a sebesség, hogy hova rakom, érted? Ugye, azt vágom, hogy egy, alatta kettő, három, négy, érted, azt vágom. Csak szar, mert ugye általában mindegyik kocsiba máshova rakják a... A lükvercet. A lükvercet, igen. Ja, igen, valamiknek az ötödik mögött. Jaja. Az a lényeg a izénél, a Volkswagen Concept-nél, meg a Fordoknál szokott az lenni, hogy le kell nyomni a váltót, és akkor az egyes helyére teszed be a lükvercbe. Igen, a váltó. Ugye van egy Ford S-Maxunk, annál vagy kell lenyomod a váltót, és úgy ugye. In lobby. Miért vannak ennyire kevesen lobbyba? Kettő. Három ember, beszarok. Japán. Ó, nem áll. Ha megpróbáltam, mondom a csával, mindent ráküldtem, és nem. Ja, mondjuk azt láttam volna egyébként, hogy szeretem védeni az éveket. Már mondjuk jó azért fordulhat volna, mert előbb egy időben lett volna ki a pozíció. Csak az volt a baj, hogy egyszerűen olyan tempóban ment át rajtad, mert nem volt a sérül visszatámadni se a hosszú egyenesbe. Vagy úgy gondoltam, hogy majd te visszatámadsz ott. Én is arra számítottam, hogy mondom, ám hajnom, majd utalérem, nem. No. Azt el sem fogyott neki a végére nagyon a... gumia. Nem, meg a lendület se nagyon. Úgyhogy kicsit meglepődtem. Hogy azért hoppá, hoppáré. Arra izére, arra hosszú rázókodra vigyázni kell, nem tudom. Azt tudom, ott mindig meg szoktam csúszni. Ott mindig meg szoktam csúszni. Kezdővel fegyes voltam. Akkor... Bakányi pályát, amúgy úgy imádom, mint ez állt. Perfekt, tök jó pálya, lehet, ez nagyon jó. Rohadjókat. Imádtam. Mindig úgy volt, hogy Ausztráliába szenvedtem, utána mindig jól ment Bakányba. És ugye az volt benne, hogy amikor kezdő voltam, mindig lehetettem, hogy ugye egy picit járjak pályából. De amúgy nem vált bőle tulajdonképpen semmit se. És én viszont olyan sok rádobtam ott. Szerintem a legtöbb flashbackem a játékban, arról a kanyarról van. Arra nekem is vannak, még 17-esben, ott voltak problémák.
Jó, azt mondjuk feljöttem, hogy most majd lesz kormányom. Én most el akarok kezdeni majd izélni. Nem csak elfegyezni, hanem játszok majd a Gran Turismo-val is. Ott mondjuk tudsz akkor kézzel váltani. Jaj. Yeah. Meg... Tudom, hogy nekem kényelmesebb a pillangó. Vagy hogy hívják? A pillangó, hát azok a váltófülök, amik a kormány yeah. mögött vannak. Meg ugye... Abból is a szempontból is jobb, hogyha... Meg akarom menni a Assetto Corsát. Azt ajánlom. Ja, meg ott szoktam használni, Assetto Corsába! Ott, hogy mennyi, ott sok autó van benne abban a játékban? Még... A szimulátorban? Még egyszer? Sok autó van benne. Az a baj, van benne Verda, csak nagyon sok DLC-s. Jaj. Én is néztem, hogy ilyen... Valami ilyen... Egész kb. 30. Tehát van DLC-kkel, hogy így végig. Van belőle Ferrari-s DLC. Van benne F1-es Ferrari, 15-ös, 13-as, Schumacher 2004-es Ferrari-ja is benne van. Az SF71H is benne van. Ja, szóval van. Ezek úgy, igazából úgy fejlesztik a játékot, hogy tulajdonképpen mindig meg kell venned egy kicsit még belőle. Igen, hát sajnos a DLC-ből ölnek ők is, de jó a játék. Mondjuk PC-n sokkal jobban lehet moddolni, meg minden. A Kakucsring is nekem az moddolt pálya, meg a Golf 5 GT is moddolt pálya. Amivel Fest arra játszok, hogy mindig rugdosom neki, hogy kaparjon. Amúgy én most azt értem meg, hogy a... Mi ez a... Gran Turismo-ba újra rohadtsuk jó pályában most megnéztem utóbbi időben. Így tégmentem a nagy pályákon tudod. Ugye van benne pár egy F1-es pálya is. És hogy őszintén nekem ugye azt imádom a Forma 1-ben, amikor elkezdtem. Azt volt meg engem nagyon. Hogy új pályákat megismerni. Ez nekem annyira úgy volt, hogy úgy imádtam, amikor álljunk a zonomba. Mindegyik pályán csak így szálltam a kanyarokat, azt tudom, melyik hívba hova kell menni. De úgy éreztem, hogy egy pár szóval már úgy tudtam, hogy hova a kanyarok. Ez nekem persze. Egy nagyonságom szerintem. Hogy én a valóságban is, hogyha egy helyen el vagyok, kétszer legalább. Akkor onnantól azért úgy fogom vágni, mint az állt. Ez így... Izzétől féltem nagyon a holland pályától, és a holland pálya nekem nagyon bejött így az ebbe a húszba. Az nagyon adja nekem. Olyan kellene őszinte nekem, hogy én sokat nem mentem. Talán egy 10 verseny maximum 25%-osba. Tehát egy 50-essel kezdtem ugye, még a szezonban. A vietnámi pályán szenvedtem, az nem adta. A vietnámi pályán azon mennyit mentem? Azon nem mentem sokszor, de 8 óra szerintem csak azon a pályán, azt utáltam Vietnámot. Mondjuk 8 olyan kevés. Nem tudom. Van az a harmadik szektor, az csak elneveztem csiki-csuki résznek, az bőven elég volt, hogy mindig izé valahogy... Hogyha egy kombinációt elrontottam, akkor borult az egész szektor. Fú, mondom, de utállak. Hát jól kb. 2 másodpercet bukta, hogyha azt elrontottad. Legjobb, amióta 2011-es, 11-es... 11-es az már egy kurva jó F1 volt, az ott a kanadai pálya kedvencem. Pont elég gyors. Én amikor Kanadában úgy vagyok, hogy amúgy időmérő jó, meg aljárán is jól versenyezni rajtam, csak online-ban ilyen kocsikázás van csak. Ja, hát nehéz ugye előzni ugye az egyenesből, meg bebújni vagy valami. Az a baj, hogy itt nem tartják be, mit tudom, az éveket vagy ilyeneket. Ezt sajnálom. Na hát én most érted, kilóknak semmit nem kap értem, plusz visszapörgetni se. És akkor lehet, hogy mész 20 percig egy pályán, aztán az a még egy kilóknak. Az, akkor szoktam, hogy akkor kaptam régen mindig agyfaszt. Most szurkolok. Úgy kis gáz azért. Ujjaj. Köszönni a szorosz mellé, nem. Azt a kurva, kicsit megijedtem. Ó, oh, oké. Okay. Hogy melyik késik egyébként a stream? Micsoda? Mennyit késik a stream? 10 másodpercet talán, már az a legkisebb késletetés. Jó, oké. Nem sokat.
hogy nem beszélek rá egy olyan dologba, ami már rég elment. Most jön, hogy kijegy 130-szer. Azon most mentem át. Most vagyok a cél egyenesbe. Na, most fejtetek. Ott volt egy szép előzés a dolandónak. Azt hiszem, hogy Schumacher mellett elment, azt senki nem számított rá. Oké, clear. Amikor betérbe menni a másik, majd megtűzöm, akkor szépen a másikat is, bász a falba. Szépen kell menni. Pályam úgy ilyen a japán is, hogy az első évetben a karrierem úgy szenvedtem, mert én úgy mondjam, kb. Úgy vagyok mindig játék közben, mint kb. Egy gyökler lennék, hogy szeretem az ilyen biztosítós izéket, szívokat. Szóval nem kell izé nagy szeparás, mert szeretek összetörni az autóval, de viszont az ilyen sok összetűzzel kanyarba, ezzel a kis letörítva, ahol erővel, olyan nehéz a pályán maradni az időt. Hát persze. Főleg izével szenvedtem megtanulni azt a pályát, azt a hülye Bakut, aztán meg annyira megszerettem. Bakuban is úgy voltam, hogy elején rosszabbul van, mint Monaco. Nem is értem hogyan. Pedig Bakuban igazából nincsen nehéz kanyar. A vár. Jó, de azért azt át lehet fűzni. Még most valahogy bemaradnék ott, szerintem ott csak egy ilyen tisztelekedtem fel maximum. De akkor is inkább időmérőn. Azt mondja, hogy mindig eltalálom. Nekem mondjuk onnan kukul ez a visszafordító kanyar ez a... Miram nem, hogy milyen neve van neki. Most nem tudom melyikre gondolsz. Monakóba? A leglassabb kanyar. Monakóba, ha a leglassabb. Ja, vágom. Ott volt azért, hogy tudom jelent, hogy felről, de szóval be tudsz kanyarodni rendesen. Remélem régen, hogy úgy elszöktem, hogy kb. Fullat értem. És ugye azt jelentem, hogy tőle akkor csak vagy padlógáz, vagy fék. Vagy padlófék, így mentem. Hajrá. Elkezdett távolodni az első, a mögöttem lévő meg elkezdett kicsit felzárkózni. Amúgy lehetben inkább mennék amúgy rankedet, ugyanúgy százalékos esetben. Gyorsabban dobálja az ellenfeleket. Lehet az lesz. Vagy jöttem sem, hogy tehát behallatódott. Ja, közeledik el ez az André Knight gyerek. Csak itt futja itt erde leggyorsabb köröket lila szektor minden. Hello, csa. Kíváncsiuk, mi lesz itt a következő pálya, azt, hogyha jó pálya, akkor lehet maradok. Jó, tényleg, ott van csak hosszú vizé. Ó, köszi. Persze, már megint Leclerc, ő ad energiát. Atya.
This is your final lap. Final lap of the race. Nem tudom most mi a kérdés, de biztos. Multizok. Már nem tudtam lenni a Ferrari-mmal. Micsoda? Ha téken szerek a lenni a srác a Marisa-hun, akkor az ilyen 1500 forint. Ha a Highlander-kar multizunk a Marisa, akkor 1500 forint. Tudod, mert úgy kell csak pénzért. Nem vágom, mi ez a pénzes cuccér, de... Mi? Tudom, amiről beszéltünk egyik nap, hogy izé. Hogy ja, vágom! Ja, az a Fortnite-os csávó, de aztán ki is baszták izéről a Twitch-ről. Tényleg. Azt ki is baszták, izé, ki is bannolták végleg. Na, is szerintem mi egyébként. Most ahol legyek két gyereknek akkora példakép, hogy mindenképpen vele akar érteni. Aztán egy kis zsebpénz is elkölti rá igazából. Aztán látom, hogy semmi content nincs a tartalmai. De miért én kaptam két másodperces izé timepenőtöt, amikor ő lökött ki? Az édesanyádat, a szemétláda! What the fuck? Most nézem. Hát bazd meg! Na, hol lehet itt riportolni az édesanyját? De nem is kapott. Te kapott. Nem. Hogy tudok rámenni itt a nevére? Kapott, 6 másodperc. És nem tudom megnézni. Ilyen profil, érted? Ó, még le van tiltva neki. Hát te kapott 6 másodpercet, hát rohadjon meg. Mocskos szemétláda. Direkt kilök. Bejön mellém direkt az ívre. És direkt refékezett, hogy izé még a csávó mellettem elmenjen izé. A második helyre. Szúsza van, nem vagyunk idegesek. Szúsza van. Hát de ezt mondtam neked, ezzel nem szoktam én multizni. Nem ez a csodálatos következő pálya. Regőcske, köszi szépen a követés, csácsa. Nem tudok Ferrarit választani. Íj fiam, USA jön. Ajjajjajjaj. Köszönöm szépen a hoztást, látod? Leclerc, Power is on. USA, Brazil, Monaco. Na most a pályakiasztás. Látni akartam a Leclerc-t, és jól bekövettem a tornát. Hát... Ki kell pattintani a lényeget. Hát ja, igazából csak Leclerc miatt. Hát, only Leclerc van. Jó, nem van. Megvárjuk ezeket, kíváncsi leszek. Ezeket simán. Megint kilök, baszki, nagyon ideges leszek, és szusza van, és az a baj, hogy szokott lenni egy ilyen izé, egy ilyen labdácska, hogy ne legyek ideges, és nem találom azt a labdámat már egy hete. És akkor ez ilyen stresszlabda,
És akkor azt szoktam dobálni, vagy valami. És akkor nincs meg, ezért miért ügyesebb vagy? Hát, de ilyet bazd meg, érted? Bejön mellém ívra 130R-be, amikor én vagyok ott az éven, és akkor még utána direkt kilök utána a ráfordító konyhába, és még befékez előttem. Há? Úgy, én nem tudom, miért fékezel pár egy egyébként? Mert köcsög akart lenni direkt. Nem, ahhoz akart lenni, szerintem azért már rád megbüntették, mert ami illegál manőver volt, tudod. Rohadt visszadni a pozíciót, úgy volt fele, hogyha téged kilök. Hát persze, én hagyjak meg, aki rendesen íven volt, meg betartotta mindent. Hát ez full logikus, annyira szeretem az ilyet. Tudod, ezek ezért vannak szó, hogy nyerjenek, nem azért, hogy versenyezzenek jókat. Hát versenyezni az buzis, az buzis, komolyan. Mondjuk egyedül eddig multiplayerbe, amiben meglepődtem, az a Forza volt, a motorsport, hogy ott van ilyen pályanapos cucc, és elengeded a másikat, és nagyon sok mindenki elengedte a másikat. Rendesen olyan volt, mint a valóságban vannak ilyen videók, hogy kimennek a Nordschleife-ra. Az a zöld pokor, kint Németbe. Igen. És ott ugye ott verseny... Hát mindenki pályanapozik, megy a Verdával, és mindenki elengedi a másikat, odafigyelnek rá. És a Forzában is azt éreztem, ezt a szeretetet, ezt az odafigyelést. De ez nagyjából ez a köcsökség az olyan volt, mint a Division öztünk csávokkal, meg nem tudom, talán Kopival játszottam, vagy Krisivel. Nem tudom, már valakivel játszottam, tudom Division-t, és a Dark Zone-ban emberek vannak emberek ellen. És oda jött keménykedni egy két csávó, de nem tudom minek, de oda jöttek keménykedni. És azt mondom neked, hogy féltáron megöltem a gyereket, szerinted. És úgy, hogy ő belém lőtt egy tárat, és én meg se éreztem. De úgyhogy én 99-es szintű voltam, és nagyon jó baszom meg van építve a felszerelésem. Ő meg volt valami 20-as szintű. És olyan keménykedni nekünk. Azért nem értem. Nem, igazából. Mert ugye minden játéknak a közössége, ugye másfajta, mert tök fura, hogy gyereket lép be, ugye van egy ima, vagy egy kicsit iratlan szabály. Mint beszoktunk is hallani, hogyha egyegyezel, az elmeti rappol, akkor így nem úgy egy gold, amíg ő rappol. Nincs ez a jóisten, hogy én egyvéjegyezek. Krisivel egyvéjegyeztem, streamen kívül elég is volt, megmondtam neki, soha bűnös kurva életbe. Úgy megvert szegény, mondtam is neki, mondom kész, mondom hallott, hogyha mondom izélni akarom, égetni akarom magamat, akkor szólok neked, az gyere lekek légbe. Úgy, de amúgy ehhez mondom egyébként, hogy izé. Úgy, ugye nekünk van egy ilyen szabály, hogy nem rúgom be a DMX-el, amíg nincs így. Lász, hogy sokkal jobb, mint DMX-el, nem akarok neked jönni, hogy... Meg van olyan íratlan szabály, hogy tisztességesen kell játszani, de hát sok embernek ez nem megy. Igazából az mindegyik játékban van tulajdonképpen, de mert akkor minden játék, amit elkezdett, elején van egy ilyen rohadt hosszú, úgymond a szabályzat, amit el kéne olvasszon neked tulajdonképpen. Kérdez, hogy valami ember, aki hát elolvassza egyébként? Na most mindjárt, mindjárt, nem vágom, most távol. Miért megyünk megint Japánba? Nem USA jött? Én USA jött, de szerintem, hogyha jól láttam, lehet jól láttam a csávó izé, a góri, a szervernek. Vagy a lobbinak, vagy minek ez. Úgy megnézem, hogy Fati egy lobby, és találkozik az embereket. Most már Ferrari-ban vagyok, úgyhogy most már nyugodt vagyok. Ha érted a... győzelmetem. Második. Kitalálom a csáva az első. Ahogy oké, lehet, hogy kell lökni ezer. 300-ba ki kell lökni akkor. Nem lököm ki, nem leszek vele szemét. Hogyha én szemét lennék, akkor folytatom ezt az egészet. Én attól különböztetem meg magamat, hogy nem lököm ki. Tessék, ott van. Egy másodpercet adott nekem. Jaj, hát akkor jó van. Akkor jó. Akkor nincs több kérdésem. Valam, hogy hogyan? Előbb meg olyan felülmány, mint az állat. Lehetett most megint választani egy csapatot. Unbreak Knight. Hely van. Látod, de van ott egy magyar kollega is, látod? Mercivel. Hát, most Mercivel, most megbocsá. Kettő is van? Kettő. Legalább, remélem a másik nem... remélem a másik nem Mercivel volt. De. Ne basszatok fel, geci. Ne basszatok fel. Az a Mariza. Az is Mercivel van. Nem szabad. Ferrari van, érted? Ferrari. Leszarom, hogy most egy kalapszart nem érnek meg egy fostöcska. Ferrari.
Mondjuk, ahogy a Ferrari mostanában viselkedett fettelen, meg ilyenek, szégyellem magam, hogy Ferrari is vagyok, de hát most na. Ez ilyen, hogy kb. Nem szurkolok Fernnek egyébként, hiszen szerintem Binottót is már annyi szurkoló kívánja a pokorra, mint az állam. Binotto! Binottónak már rég haza kellett volna menni a picsába. Amúgy nem is értem az Alize Verdi-t, hogy kerültek ki. Ja, hogy jól csak tudod, probléma van a csávóval. Mert legalább voltak jó, hogy a patutasítás, az már jó válaszenyés volt, akkor még... Hajra, hajra. McLaren-es gyerek nagyon jól rajtort. Ja, egyből izé. Ja, kiugrott. Ketten is kiugrottak. Én szavaj köcsön, de szóval vigyázzál. Nem is fogom utolérni. Aztán most megmutatja, hogy neki mekkora tudása, hogy nem fogom bírni utolérni. Na már is szóltad a harmadik helyen. Na, GG. Csapja neki. Hát, és nem ugrott ki a rajtnál, látod? Feleti. Szerintem ő írt be a chatre a multi miatt, vagy én nem tudom. Kicsit ezzel le vagyok most utánban maradva mindennel. Nem hittem. Már csak egy mennyire volt. Jó, mikor már így az éve. Jó, már így ott megyek. Én most én később álltam. Ez az András, mert ez rajtul jól megy. Nem tudom, mit csinál, de... Nagyon komolyan tolja a csávó, nem bírom utolérni, nem is tudom vele tartani a lépést. De kiterejték volna. Több zomba, amik volt egy 5 alatt, amiből tudod érni. Most meg rád vele egy 3 másodpercet. Most kicsit szélesen vettem ezt a kanyart, de no para. Á, nem bírom utolérni, folyamatosan veri rám a tizedeket. Nem is erre amúgy. Érzi a fiú szerintem ezt a gémet. Nem előbb meg olyan bahaték volt. Úgyhogy most tolom az S neki és úgy távolodik. Jó, látom. Mondjuk, hogy próbálnak el, hogy szintén jól szívesen. Igen? Lehet milyen formai az autót. Jó lehet, csak szerintem kibaszott kurva nehéz. Úgy induljál elvele, hogy már nem az egyből első gázadás a keresztbe állsz. Az Assetto Corsában voltam így. Első izé, Forma 1-es autózt úgy keresztbe álltam vele, mint a húzat. Ha mondom, mi a tököm? Hogy... Szerintem látszik amúgy annyiám, hogy tudom minden, hogy gokártozásnál ezt még ilyen gyorsabb versenyi gokártam, amikor volt szerencsém. Utálok gokártozni. Elmentünk. Utálászat, hogy? Én voltam gokártozni, és egy szar gokártot kaptam, és szenvedtem vele. Bár leszartam. Ilyen Fernando Alonso stílusba, az összes kigyorsításnál keresztbe állt a Verda. Ellenkormányzás, gázt. És volt egy kis... Pesten a Silver Kartnál. Yeah. És volt egy kisgyerek, egy ilyen tizenpár éves gyerek, és körbeautózott minket. Jó, hát akkor mi már voltunk 20 évesek. Könnyebb is volt, mint mi, azt még elkezdte ott játszani az, hogy hát igen, neki a tudás, meg minden, hát mondom, baszod, én is izé lennék, 40 kiló, meg mondom, jó gokártot kapnék. Folyamatosan csúszkáltam a gokártól, nem volt tapadás, semmi, szenvedtem rajta. Nem úgy mert... tudom lenni, hogy mindig összegyűlök, hogy nem szoktam játszani, hogy összegyűlök ez ilyen 6 darab az első, kivérlünk 6 gokártot mondjuk, megyünk egy ilyen
utána törbe megyünk. Mindig úgy van, hogy a Kristófot megy elől, többi meg üldözik bőd. Azt hiszem. Igen, én mindig úgy vagyok vele, hogy nagyjából sem tudod, hogy tudok korrigálni, jól is megyek, jó a tempóm, és nem hibázok el sokat. Ugye vannak olyan tények, hogy okártok köztülöd. Aztán, hogy ugye mindig szoktam bármiben egy ilyen, különként egy ilyen másodpártot, legalább meg ilyeneket. Hát az utolsó körben olyan okártot kaptam, hogy ja, olyan szar volt a kereke neki, vágod, hogy nem volt taparásom. Nem az, hogy nem volt jó taparásom, sem annyi nem volt. Az első öt kanyálba néve keret váltam. Először magamat. Mondom, eddig négy futamat mindig nyertem. Baszki, aztán most, hogy négy könnyen ott négyen fordulok meg körbe. Na, mert hogy lehet? Én megutáltam életet, mentem három izé mellett, azt meg is mondtam, hogy viszont látás, ott rohagyja meg okokártozása hol van. Sok kurva életben, meg kurva sokat fizettem érte, mert... Kurva sokat, annyit, akkor az nekem annyiba került, mint hogyha megtankoltam volna az akkor kis szitorelemet. És mentem volna vagy 600 kilométert, bárhova. És ott eldöntöttem, hogy na én biztos nem fogok ilyen fasságokra költeni. Inkább beletankolom azt a benzint vagy gázolt a kocsimba, azt megyek. Igazából bizonyosan van neked. Jó, hát persze, más életkor. Annak én is szerettem volna gokártozni gyerekként, komolyabban vagy valami, csak mondtak egy összeget, és akkor így anyámik azt mondták, hogy anya, az utcában nincs annyi pénz. Úgyhogy így. A formájban is a legjobb 20 versenyzőm a világban. Ah, persze, igen. Igen, Grosjean ott volt éveken keresztül, semmit nem csinált, mentett volna haza picsába. Meg mi lehetne sorolni Bottas, és ott van a Mercinél vízfordónak. Nagyobb vízfordó, mint Barrichello volt. Hát, ja, nagyobb. A Mercinél ugye a Mercedes-Benz, ebben a Pestonga Ferrari-nek, ahhoz már el. És közel sem volt egyébként ennyire nagy a győzelmi arány, meg a pontok arányai verseny alatt. Hogy most tulajdonképpen úgy dominál a Mercedes. Rosberg volt az egyetlen, aki le tudta Hamilton győzni. Hát jó. Most hiszem, nem tudtam győzni egyébként felfelé is. Jó jába kapjál, levenni majd a felszöppen is, a lőkkel is, a Ricardból is, megvenni szerintem majd, hogyha egy autóban lennének. Ne izgulj, soha nem fognak egy autóban lenni. Ezt elrendezjem meg. Hamilton még behúz egy-két címet, azt mondja, hogy viszontlátásra. Szerinted ő nem fog kiállni egy felküzdelemre semmelyik hívójával se egyébként? Nem. És úgy lesz a legjobb, de úgy mondják majd, hogy a legjobb világbajnoknak, hogy sem tudjuk meg azt, hogy milyen, amikor egy négyszeres világbajnok ellenül egy autóba, hogy egy legjobb tehetségnek. Na, Melissa bevitte a negyedik helyre, GG! Ki volt a másik magyar csávó? A másik Merc is? Ő a hetedikre hozta be. GG. Szóval, hogy ez így nem lesz mondban olyan izgalmas az elkövetkező évekre. GG. Gratula. Látom, azért ott voltál a harmadik helyen, de hát... Egy-kettő nagyon nyomja neki. Az úgy több, mint adnák egyébként neked. Micsoda? Neked úgy több, mint adnák egyébként. Nagyon. Azt, hogyha olyan lenne a Forma 1-os szanzor, hogy azt mondaná az FIA, hogy ők minden évben adnak egy autót, amit ők kitalálnak. Évelején megkapják az autót, a csapatok, és lehet, hogy nem is így néznek minden mostani Forma 1-os autó, mindegy így kell, hogy néznek ki, vagy akármi, hogy ebből építsenek, bizonyos szabályok által, egy autót. De nem lenne nekik rá több hónapuk, hanem hogy tök kevés idejük lenne rá, és akkor így kb. Besérne az első fejlesztés, az első futamra, meg ilyenek, és tök izgalmas lenne az, hogy ugye minden évben új autó lenne. Figyelj, annyi pénzem lenne, mint a szemét, besétálnék egy raktárba, és akkor, hogyha ilyen felállások lennek, akkor hoznék, vagy három Verdát. Hoznám a 2011-es Red Bullt, ami szarrá vert mindenkit. Hoznám a 2004-es Ferrarit, amivel sokan a hetedik világbajnoki címét nyerte meg. Magyarországon, baszott! Magyarországon a világbajnok volt. Mondom, Magyarországon már világbajnok volt.
toltam neki az elején, mert ugye megpörgött a McLaren-es csávó, mert a cikázott, meg baszakodott, de utána nem bírtam menni a izével, aki az előző futamon megcumisztatott. Hát, hogy mondjam, hát több mint egy másodperceket nyert rám. Ah, köszi szépen a követést. Hát igen, Leclerc, tehát Ferrari, lehet, hogy Leclerc-ben mint az erő. Hát lát. Lehet, hogy hozzá van itt közel. Ferrari. Na, Magyarország, hát kezdj csókol, mert megérkeztünk, mehet. Hát én most lejövök izé Voice-ról. Jó van. Ha többiek használnak, aztán nem akarok hangoskodni. Jó van. Magyarország, itt vagyunk, megérkeztünk, kezdj csókolom. Ferrari. Na várjál, akkor szerintem ő lesz a másik, aha. Aha, merci. Mi lesz a következő pálya? Ja, két japán volt, magyar, brazil, olasz, basszó, belga. Jöhet, Szingapurt nem akarom. Ez jöhet. Nem én mondtam. Én nem mondtam semmit. Hát azért csak otthoni verseny. Vágott, hogyha nem lenne ízétélom, kedvet kapnék hozzá, bőnék a Verdába, azt elmennék Hungaroringbe járat, hogy hello, itt vagyok. Fú, remélem lesz ezékkor, szilveszter rally. Fú, tavaly nagyon komoly volt. Erőtös fábiákkal ki voltak, zsigákkal csapották keresztben, nagyon komoly volt a hangulat. Komoly volt. Teljesen mindegy. Tartalomra menjünk. Nem lesz szilveszter rally. Szomorú leszek, nagyon szomorú leszek. Meg beszélgettünk ott egy-két csávóval, erőtös Fábia, 60 misi, vágod? 60 misi. Jön a gyártól, a Skoda gyártól, 60 misi. Easy-call voltunk itt tavaly decemberben. Eszméletlen volt a hangulat, fú. Meg a parkolóban milyen verdek voltak, M2. Competition, mert érted? Milyen BMW-ket láttunk, ugye? Hát azért rááll az ember. Milyen BMW-ket? M2, M3, M4. Hát oké, erre azt mondod, hogy hát azért ritka, de M-es BMW-k. Ja, az összes Competition package-es volt, mert hát most miért ne? És akkor itt lehetett átjönni. És akkor voltunk a box utcába is. Moda is be lehetett menni. Most ebben az évben nagyon kimentem volna a versenyre. De hát nem lehetett. Ebbe a kanyarba is Alonso megelőzte Schumachert full esőbe. Hát tudott a fickó akkor is. Mennyivel stabilabb az a Ferrari, mint az én Mighty Mesh autóm? Jó, azért volt benne hiba. Negyedik. Magyar nagydíj. Hát sajnos buzi korona. Megnézzük a társainkat, 11. 6. hely, no para, majd versenyen visszajön.
két és fél másodpercet adott nekem, azt a kurva. Jó, hát nincs több kérdésem. Azt hiszem, hogy az első hely el van döntve. A komoly volt Sylvester Rally, R5-ös fábiák, ivók voltak ott, Imprenzából talán egyre emlékszek. De az ivón is akkora izé volt, akkora kipufó volt, azt a kurva, olyan hangok voltak ott, hú. Meg volt egy izé, beletett ülni egy megépített Citroen Saxo-ba, nagyon, nagyon baszón nézett ki a Verda. Izék voltak, szlovákok voltak, és akkor oda mentünk hozzájuk, csak így mutogattunk meg így meg, hogy mondtuk neki, hogy beülnénk, azt csak elkezdünk, hogy üljél befele. Nagy formák voltak. Mondjuk utána mi is tempósan siettünk hazafele. Meg van egy sztori, hogy amikor megyünk odafele. Az anyátokat, hogy meglöktetek? Nem vagy ti Verstappen, hogy körbe tudjál engem autózni. Megint megcsúsztam, hogy rohadna meg. Itt kapott az autót Chesnék meg a startnál. Én azt hittem, hogy izé lefékeznek, nem bazd meg, kilöknek. Csak kurva nagy szerencsém volt, hogy vissza tudtam jönni. Hát nem rally autó, szóljanak már neki. Van egy trükk, amiről ők nem gondolnak. Itt egy kisebb elényt azért ki lehet autózni. Megint rámentem a fehérre, de miért megyek rá? Ez le fog tolni a Red Bull-al. Nem adjuk fel. Hiszek a Ferrari-ba is magamban, magyarul nagy díj. Csapjuk neki. Koncentrálunk. Végleg Varhár, el tudtam kerülni azt a rohadék izét, vonalat.
Nem, szerintem még lesz egy pár. Nincs, nincs kánk crossplay. Sajnos. Mindenki azt hitte, hogy amikor jön a 20, hogy akkor lesz, kurvára nincs. Már nem értem miért, amikor mondjuk 60-al elakolják konzolon a Swisslát. Bezzeg a Warzone-ba össze tudták hozni, hogy legyen crossplay. Meg a Fortnite-ba is működik ez az opció. Nem, itt nem, valamiért nem. Most nem, most nincs, most valahogy az most bejön. Az a baj, hogy ezt már megpróbáltak eljátszani régebben, még a csatorna kezdőnézőjével, hogy átmegyünk másik játékot megnézni, nem megy. Hogyha nincs hozzá kedvem, nem megy. Nem, még mind, nekem nincsen PS4, amit PS-t akarok venni, mert nekem nem volt PS4, én Xbox-os voltam mindig is. Az a baj, az Assetto-ban, amivel én játszok, nekem eredeti a játék, Steam-es, csak ugye nekem meg van moddolva, elég durván. Az alappályákkal nem is nagyon játszok, én csak akucsringen szoktam játszani. Hát második helyet, azt megnyerem. Ez a harmadik szektorban ez a sok kombináció néha nem adja ki. Megint a csávó 9 másodpercet ver rám, vagy Andrea, lehet, hogy akkor egy nő. Akkor a csaj nagyon komolyan tolja. Majdnem 10 másodperc, vágod? 10! Na, Marissa... Jaj, büntetés kapott? Vagy mi történt? Mi az a tizedik hely? A Manus az 8-ra behozta, Marissa visszaesett 10-re. Na, meg egy jó sztori! Ebből a héten mentem volna fodrász. Hát csak Erik lelóg. Mi a frankó sztori? Ahova megyek fodrászhoz, tök pacek, itt lakik három utcányira, neki is Skodája van, Oktávia van, érted? Haverok, megvan minden. Úgyhogy héten megyek, csak jövő héten megyek. Olyan sokan vannak. Jó, hát te megfogod. Én azért nem játszok profi szinten. Én egy ilyen kis kezdő vagyok. Az a startnál, az csodálatos volt az a start. Megcsösszetik magukat. Épp, hogy meg tudtam úgy fogni, hogy nem kezdett el keresztbe állni. Tököm akarja ezt végignézni. Na, most meg átpörgettem, bazd meg. Csodálatos büntetés, imádom. Régen azt csináltam, amikor elkezdett folyamatosan büntetni, így szórta, osztotta a büntetéseket, bazd meg, megfogtam, jó, akkor rohanjál meg, akkor már ennyi volt, az cseh. Azt ennyi. Azt befejeztük. Te akkor gondolom Merci a kedvenc Hamilton, ilyenek, PC-n nyomod, nagy eséllyel, kormány, kontroller, valami kis infomorzsa,
Azt képest eléggé küldi neki a csajszi. Hála jó Istennek! Nem mondom azt, hogy nem a kedvencem, de lehet van róla szó. Akkor olyan csak csapatorientált vagy? Milyen rég hallottam, láttam ezt a választ. Hát mert semmi jó dolgokban nem maradt minden, de... Azok is ennek drága pilóták is tehetnek róla, mert török meddig kurva jó volt, nagyon élveztem. Mindig forgolódott, mentek így, meg amúgy nyilatkozottok. Jaj, hát mi nem akarunk ilyen időbe vezetni, ez nagyon veszélyes. Meg Russell is, hogy a nézők, ne ezért tüzén nézzük a formátját, tüzén lehetetlen körülmények miatt. Hát mondom, bazd meg, ilyen nincsen. Mondjuk kommentbe kapott is a Russell elég durván. Az a baj, annak idején voltak ugyanilyen futamok Schumachernél, és ugyanúgy voltak ilyen futamok Vettelnél, csak valahogy Hamiltonnál sokkal több az ilyen. Az uncsi futam. De majd egyszer összeáll az a Ferrari, egyszer, mert hát... Annak idején is mindig ezzel hülyéskedtem anyám, mintha mitől kaptam abba egy kettest vagy egy hármast, hogy ki kéne jövőteni, mondom, figyelj anyám! A Ferrari is akkor, amíg suliba jártam, és akkor mondtam nekem, hogy figyelj anyám, a Ferrari is még azt mondja, hogy jövőre majd összehoz valamit, majd jövőre. Mondom, nem kell ezt mondom elragozni, vagy el sietni, majd jövőre. Valahol meg nem nevetném ki, csak azt mondanám róla, hogy ebből is látszik, hogy nem világbajnok alkat. Már mondjuk Rosbergre is ugyanezt mondták annak idején, nem világbajnok alkat, és mégis te tudta győzni Hamiltont, mert túlságosan eszes volt. Hát meg a Merci nem engedi el a kezét, nem hagyja azt, hogy Hamilton rámenjen, egy vízfordónak szerződtették oda. Tehát mondjuk itt csapattuk, hát a tegnapi tudás jó lesz. Ebben a kanyarban volt az, hogy Schumacher kettőt előzött a külső évről, a 2006-os utolsó brazil meddiam. 8 éves gyerek voltam, amikor néztem. És nem értettem, hogy apám miért sír. És mondta, hogy ez volt Schumachernek az utolsó Ferrari-s versenye. Mondom, mindig. Nem tudom, ez más egyébként most összeösszetettem, és miért rossz, vagy miért nem rossz, de annak idején, amikor a Williamsban volt egyedül Bottas, az kurva jó eredményeket, kurva jó dorbogókat hozott, nagyon ügyes volt a srác. De Hamilton mellett nem fogják engedni, hogy pár csontot odadobnak, hogy győzzön, egy-két győzelem, de világbajnoki címre nem fogják engedni. Hát ez nagyon szar idő lett. Bíztam benne, hogy jó lesz. Bíztam benne, de nem ért össze. Az ugyanis Vettel is elmondta, hogy szar az autó, hogy kéne neki beállítani. És voltak róla videók. Gászlit azt tényleg sajnálom, szegény Pali összeszenvedte azt a győzelmet, jó félé meddig olyan égókat adott, tök mindegy, összehozta azt a győzelmet, Vettel óta, ő az első, aki a Torrosszal tudott győzni, összehozta azt a győzelmet, Márko meg kinyilatkozza, hát, a Gasztúval nem számolunk, jó az Alfa Tauriba, csá. Hát mondom, az meg... Szegény Peressel, mert neki is van nagyon sok tehetsége, van minden, és kitették. Jó, de itt meg azt tudom mondani, itt meg a szívemre hallgatok, hogy Vettelnek, hogy azért egy négyszeres világbajnok, most teljesen mindegy, hogy szarul megy, nem jó neki, de azért legyen már hely a Forma 1-be. Egy négyszeres világbajnoknak, aki nem 40 éves. Azért egy négyszeres világbajnoknak csináljanak már valahogy helyet.
grozsant, azt már évekkel ezelőtt így hazaküldtem volna a picsába, hogy mehetsz haza, azt csókolom. Nem értem, grozsant mit keresett ott, annyi éven keresztül foglalta a helyet mások elől. A troll az, néha vannak jó megvilánásolja a stácnak, elég ügyes, csak valahogy a konstans teljesítmény nem hozza. Nem. Ja, Verstappen nem húz, nem tud. De Verstappen nem, de egyszer győzett Verstappen, nem? Izébe. Az egyik brit nyugdíjon. Próbáltam volna kívülről látolni, de nem megy. Nagyon pacekú tolod. Én nem mondom meg. Az a baj, nekem erre az uhúra egyből egy streamer jut eszembe. Hát ez kú... És én kapok büntetést, anyád! Nem baszom fel magam, nem baszom fel magam, nem baszom fel magam, nem baszom fel magam. Szúsza van, nyugi van, nyugi van, nyugi van, nyugi van. Szúsza van, nem baszom fel magam, szúsza van. Szúsza... Nem foglalkozunk semmivel, szúsza van. Engedélyezd már, mert nem tudom most mi van, de... Csötre most nem tudok figyelni. Letol akkor a Red Bull-a, baszod. Engedélyezd már, amit írt. Nem tudom, ki írta, de engedélyezd. Moderátorként, te tudod, csak az autómod nagyon szigorú. Most a film megtáltosodott. Létszik meg ezzel is büntessél meg egy két másodpercet, basszál hozzám? Üzemanyag van.
Picsába egy pont itt kellett megnyomnom. Két másodpercen belül kell maradnom, és akkor fel tudok jönni egy pozíciót a csávóhoz képest. Nem erre a versenyre számítottam itt. Most inkább elfelejtenem. Közeledni is elég bírok rá. Áááá. Legalább a hetedik helyemet ne vedd el. De baszod, mondtam, hogy engedélyezd, amit írtak. Moderátorként tudod engedélyezni, csak a drága autómod Gergő kéne nem sikerül. Velkem. No para. Gigi, csak ügyesen, ügyesen. Nem mindenki profin kezdte. Én se vagyok az. 12. Szerintem most mindenki el akar felejteni ezt a nagyon szar nagy díjat. Ne szívass már! Moderátor vagy! Elvileg látnod kéne a csetet. A csetnek a cuccait. Á, majd ránézek akkor stream után. Nem, mert az automodra a szavakat, meg a nehézségeket, meg ilyeneket, azt az izé adta. A Gergőke. Mert az baszagadta ezeket. Evel látni kéne. A moderátorként, az a lényeg. Amikor mondjuk beír valamit, és szegény automon nagyon szigorúra van véve, és akkor ő beteszi azt, hogy tiltott üzenet, hogy milyen jó édes anyját ír ki, és akkor te neked rá kell menni az engedélyezésre a cseten. Szerintem, hogy csak PC-ről tudod ezt nézni, szerintem telefonról nem fog menni. Két másodperces büntetés, hála jó Istennek, hogy nem vitt egy ilyen hátrébb. Az a baj, most rend van pakolva az asztalban, és csak az iPhone tudnám eldobni, és azt még nem akarom, mert ez egy működő telefon is. Na. És lakon basztott neki valaminek? Azt tudom, régen mindig egy dolgot tördeltem mindig. Ezt. Vágod? Ez egy legós telefontartó, amit éveken keresztül építettem, és mivel Atikának itt volt bent a fejébe, hogy hogy van ez összerakva, meg van róla régen két képe, ezt így hát kicsit darabokra tölt. Noppara, gyere, nyugodtan, elvileg izékkor lesz F1 stream, várjál, gondolkozok. A héten nem tudom még mi lesz, azt tudom, hogy csütörtökön fix Forza lesz, BMW csapatás M3 keresztbe Buzi, aki elveszi jelmondatokkal, pénteken dagonyázni fogunk Gergőkékkel, szombaton Krisi versenyzik, úgyhogy szombaton nem tudom mi lesz, de elvileg lehet, hogy vasárnap meg Krisivel fogunk multikópozni F1-be. Télen vagyok. Ja, telón vagy? Aha. Multikópozni fogunk elvileg este. 8 után, mert ugye 8-ra haza kell érni. És akkor szerintem 8 után multikópozni fogunk. Nagy eséllyel, nagy valószínűséggel. Frankon! Hallod, muszáj vagyok a csetre nézni, érted? Hát jó, jó. Hát.
Most mondanám, hogy van egy összkerekes oktávjám, 105 lóhán. Rossz, azt a kurva, hát ez... Ez rajta van az államgarázson a listán. Olyat láttunk izé a Hungaroringen, nem tudom, környékén szokott lenni egy kékbe, ebbe a kékbe, competitionösbe, a nagyobb izé MS fékkel, azt a kurva. Hát izé tökölön is voltunk kint augusztus végén, talán cserendszámos volt az M2, full fekete mat volt, a csávó az úgy rúgta befele neki, hogy izé gumik betakapadjanak, azt a kurva. Ja, hát... Figyelj, én 105 lovas családi kombival, igen, ilyenkor az van, ilyenkor azt szoktam mondani, hogy valakinek jobb verdeje van, már nagyon sem jobb verdeje van, mint nekem, aki 105 lovas kis régi PD. Azt szoktam mondani, nekem egy családi autóm van, úgyhogy... Te most mit csinálsz? Istenem, érted, a törlésgombot megtaláltad, az engedélyezésgombot nem. Te mit csinálsz? Álljál le! Figyelj, legfontosabb kérdés. Ekkóban remélem kevésszer van használva a Verda. Mert nekem van olyan barátom, aki azt mondta, hogy neki valami nagyon baszó RS Audi-a lenne, SS Audi-a lenne, tököm tudja mi lenne neki, ő akkor is Ekkóban használná néha a Verdát. Ja nem izé! Jaj, tudom mire mondtam neki hasonlatot, mert izének a Gergőkének izéje van. Galaxy S20, és ott van ilyen 120 Hz-es kijelző, és akkor ő nem használja 120 Hz-es kijelzőben, mert nagyon meríti a telefont, és csak 60-asban használja, és akkor mondom neki, hát mondom, buzi vagy, mert mondom, ez olyan lenne, mint hogyha mondom, lenne egy M4-es BMW, és mondom, Eco Pro-ba használ, mert hülye vagy? Izékből vannak fent klippek, itt Twitch-en, vannak fent klippek, hogy a Forza Motorsport 7-ve, az izé sima M4-es BMW-vel szoktam kimenni, nincs ABS, nincs ESP, nincs semmi rásegítés, semmi nincsen, kézi pillangófüles váltó van. Hagyjál már. Mindenki azt mondta nekem, amikor nézegettem még évelején az Octaviát, hogy az összkerék miatt, meg minden. És mondták nekem, 1.9 PD 5-6 litert fog enni, hiába összkerék 5-6 liter. Hát én nem láttam azt, hogy 6 liter alatt kiírt volna valamit. Hát nem jó leszarom. És akkor volt egy olyan hét, egy hónapja vagy, hogy esett az eső egész héten. És ugye egész héten kocsival jártam melóba, meg össze-vissza. Hát, és a Verdu ugye, akkor a Haldex valijára az összkerékhajtás 8 liter. Majdnem kettkérdés, hogy mikor használom. Köszönöm szépen, figyelj, most nincs itt közelben olyan játékverd, amivel fel tudnék vágni, figyelj, Ferrari van ilyen ekkora legóval, más nincs itt a közelben. Érted? Nagyon vigyázz rá, óvatosan. Majd azért csütörtökön kiviszem az M2-t is, mert azt ki kell vinni. Mondjuk Forzában annyira... Nem nagyon szeretem... Bocsánat, én kérek elnézést. Bár Forzában a motorsportban ugye a kéziváltós, hogy ott ugye az M2... Remélem kéziváltós. Ugye ott kéziváltós a Forzában. És nem tudom miért, de egyszerűen úgy van ki az, hogy egy 2-es, 3-as vagy a 8-as lejfény nagyon nyomatékot enged rá, utána 3-asból vissza 2-esbe, és mindig elkezd dobálni a fenekét. Bezeg az M4 vagy az M4 GTS, ugye a CTF-váltó, ugye a pilangó füllel váltogat, sokkal jobban engedi rá a kuplungot, még a Forza Motorsportban is. Csak azért jobban szeretem. Izében a Horizon 4-ben, amit csütörtökön fogok streamelni. Ja, én is attól félek. Adjad már! Egy jó VFTS. Fú. VFTS, de amikor megkérdeztük, mennyibe kerülsz, mondtak egy összeget, azt így fú, hülye vagy. Ja, ez top speed. Már mindig a legjobban az van, amikor a havernak izé van, Fábiája. Ugye a Fábia, tipikus egyes Fábia, mindig gondolul az ember, 1-2-1-4, nagyfaterű benne nagyanyóval, mennek a temetőbe, meg viszik az izét, a rotakapát. Na, hát a haver is mind gondolkozott, hogy buzi, aki átlag autót vesz. Szakértő, hát én sem, nem tudok semmit a Verdákról, azt sem tudom, mik azok, ilyen 4 kerekük van. És a havernak ugye a Fábiára se van 1.9 PD. 131 gyárilag, meg van rajta chip, meg minden. És... Üzébe szoktunk menni, még amikor volt az a vírus, mi autókázni szoktunk menni össze-vissza. És a legjobban azt szerettem, közúti ellenőrzés hajnali egykor, Szentendrei befele.
Imádom. És akkor havernak nincs, hát sportdobja van, de nincs róla műbizonylata. Hallod, de full, nagyon alapjáraton ment, semmi. Elkérték papírokat, minden. Nekem szó szerint ki kellett szállni, oké, szondafújás, papírok, minden. Volt ott minden baszat, nem hiszem el. És akkor így mondom, igen, mondom, valami baj van, valami. Csávó nézeget, és akkor szólok a kollégának, hogy jó, akkor megnézik tüzetesen a Werdert. Hát mondom, jó, hát mondom, nyugodtan. Aztán elkezdett csávó, hogy nagyon magabiztosnak tűnök. Hát mondom, miért mindig magabiztos? Hát mondom, persze, hát mondom, nem félek én attól. Hát figyelj, az Oktáviát is nehéz volt magamnak megengedni. Meg most figyelj, most Ferrari, most figyelj. Azért kell majd egyszer egy Superb, az 280 ló, TSI, DSG, ilyenek. Mert figyelj, azért majd lesz család, azt, hogy bele kell pakolni, két gyerekkel sietni kell, figyelj, a Ferrari, csak két személyes, az a baj. Meg arra nem tudsz vonófejet tenni, hogyha netán elmész, tudod vasazni, meg ilyenek, amikor bejön a biznisz. Vagy tetőcsomagtartót, hogy teszel rá? Bemész itt boltba, hogy Ferrari-ről kéne tetőcsomagtartót, tehát hülyének néznének. Na és akkor ugye az a sztori, ugye az én Oktáviám, hát most összkerekes, azt annyi. És akkor ugye ez megvan emelve ilyen 2,5 centivel, de látszik egyébként. Csávót nézegeti. Az, hogy a Fabiáres le volt ütötte 1 centivel, az semmi. Az nem ugrat, az nem esetlen neki. Az, hogy az én megvan emelve, egyből elkezdi csávó. Hoppárjá, hát megállunk, hoppárjá. Műbizonylat. Mi a fasznak? Hát mert hogy ez itt emelés van, meg ilyenek, hogy erről papír kell, meg így meg amúgy, de mondom, ez gyári, mondom, így jött ki a Verda, mondom, így vettem, de mondom, ez gyárilag ilyen. Biztos? Mondom, igen, mondom, ez összkerekes minden, és akkor elkezdett csáva, ugye neki 3-as oktávja van, ugye rendőröknek is kerekezett, hát ez nem olyan magas, mert mondom, az első kerekes, ez meg összkerekes. Csávó nézi, és akkor ki, van, tököm tudja milyen csávó jön oda, rendőr, és akkor elkezdik, hagyjad már, ez gyárilag, full gyári a Verda, elkezd, nem hallod a hangját, elkezd, ez full gyári, engedj már hazafel őket a picsába. Amikor pont azt szerettem, hogy volt izé, még évelején egyetlen egy autós találkozott Esztergomba, és ugye beálltak a két izé kiáradó parkolóba, és akkor mindenkit szedtek ki, forgalmi ellenőrzés, minden volt ott. Hát én büdös paraszt megfogtam, és így kikerültem mindenkit, rendőr látja, azt így mutogat, na gyere. Csáó, fúgyár, jól tudom, mondom, igen, jó, akkor szavaztok, viszlát. Komoly volt. Zseppénz, ne utaljál zseppénzt. Nem kell. Elkészülünk. Bruce Lee, milyen nevek vannak itt te? Lemen, köszönöm szépen, hogy benéztél. Szia. Az fasza? Hello. Azt a kurva! Te nem merek ide mellékbe menni, baszket, ezek fellöknek. Tudod, hova utoljatok mind a ketten? Akkor le fogom szedni azt, sok sikert. Ó, baszki, megint elcsesztem a taktikát, hogy Ridge-be kellett volna mennem és az elszel spórolni. Mindig elfelejtem picsába. Ahogyne.
Nem értem bele a kavicsba. Ne szuboljál, ne küldjél pénzt, nem kell. Te máshogy támogatod a csatornát, szívvel lélekkel, nem kell pénzt küldeni, nem attól fogod támogatni valamit. Küldöd az energiát. Meg ne nekem utald a pénzt, keressél egy izét, egy ilyen segélyszervezetet, krászorulókon segít, a Covid ellenes izét támogatásnak, ilyennek utad, akiknek tényleg szükségük van rá. No para, no para. Köszi. Green flag. Tehát meg nem fog tudni rendesen kigyorsítani. Nem merek mellé bemenni, bassza, tehát félek, hogy rám húzza, mint a szart. Az már ilyen késő van, azt a kurva. Nyerünk, 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 nyerünk. Nem bírom hibára kényeztetni. Bazd! Elbasztam. Ez ennek teljes hiba volt.
Á? Tizenegy, ja meg büntetést is kaptam. Hagyjad már! Na! Akkor. Akkor szépen megfogjuk a csatorna. Opciók. Panelek szerkesztése. Támogatás panel. Panelek szerkesztése. Kész. Na, így próbálja meg bárki is lóvét küldeni. Már késő? Nem baszom el a végét, akkor jó helyezés lett volna, na már mindegy. Csak az hülye kurva 13-as szint legyen meg. Megmondtam, nincs támogatás ezen a csatornán, köszönöm. Főleg ilyen helyzetben, ne engem támogassal, aki leül, megteheti, játszik, ennyi fasságra költ. Azoknak ad, akik tényleg rászorulnak, mert most nagyon sok ember rászorul sajnos, mert ilyen gazdasági, meg mindenféle helyzet van ettől a hülye vírus miatt. Azoknak adjad. Aztán teljesen mindegy. Az a legfontosabb, hogy a kormánynak a beállításai pacekok legyenek. A maihoz kötném. Nem a zaj fog a lényeg lenni, nekem is a VRC-ben 3 óráig. A VRC 8 volt, hogy 3 óráig tartott beállítani, hogy jó legyen az érzékenység. Azt utána lefotóztam és elmentettem. Biztonsági mappába mindenbe belepakoltam azt a 6 képet, hogy biztos meg legyen a setup beállítás. Az a legfontosabb. Azokat mindig mensd el, fotóz le magadnak, írd le a beállításokat, mert aztán jön a következő gém, át tud vinni. A ruha. Hát kösz. Hát ez... Van egy-két jó ruha, de hát most na, Schumacher, na, nem tudok mást választani. Mondjuk a sapi az egyik, az kurva jól néz ki. Várjál, nem. Mi az egyik sapi? Sapi? Nem, ez volt egy másik. Kesztyű? Kesztyű volt? Még sapit mondtam, de... Karakterpóz. Na ott a 9500, na nagyon pacek, meg tudom akkor így venni legközebb a izét. Pódium persz, ez fasza. Nem bocsánat. De ezt meg nem veszek meg 800-ért, meg ilyenek kutyát nem érdekel. Na 13-as szint megvan. És van izé kéne eljutni a 21-esig. Ezért fettel... Van egy másik fetteles sisak, hogy ezt mondtuk fetteles sisaknak? Ez is jól néz ki mondjuk. Táncol, baszod. Hát jó. Hát jó. Ez volt a fetteles sisak nagyon akkor. De azt bírom, hogy legalább ad ingyen cuccokat. Nem az van, hogy csak a season pass-esek kapnak. Vagy a pódium persze kapnak, azok is kapnak, akik ingyen, mint a Fortnite-ban ugyanúgy csinálják. Jó az elképzelés. Na, azt tudom mondani, hogy kurva késő van, és holnap nem tudom milyen stream fog. Azt mondom, az biztosan tudom, hogy csütörtökön Forza Horizon 4 lesz, és keresztbe hozok a BMW-ket, kész, ennyi röviden tömören. Pénteken mudrunnerezni fogunk Gergőkékkel, ami az durva lesz. Szombaton fogalmam nincs, vasárnap akkor Emek Krisivel formegyezünk, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt volt, nagyon jók voltunk, nagyon szép eredményeket értünk el, újra visszatértünk a multiba, nem tudom mi a fasznak, de itt vagyunk, úgyhogy találkozunk holnap, holnap megpróbálom a streamet elkezdeni olyan 9 óra környékén, 9 óra magasságába, hogyha meg késnek, akkor meg késnek, akkor bocs ide.
valami mindig közben jön. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb. Sziasztok!